Kiszi Várgot és az Origo című internetes újsághoz került a Jobbik egy belső levelezése 2020-ból, amelyekből kiderül, hogy hát mit gondol a párt jelenlegi elnöke Orbán Viktorról, illetve mit gondol a zsidó közösségről. Ez lesz a következő témánk, de még ez előtt összegyűjtöttünk néhány idézetet a Jobbiktól, illetve a baloldaltól, amelyek erre a bizonyos viszonyra jellemző mondatokat tartalmaznak. Ugye Gyöngyösi Márton, akinek a leveléről szó van, ő korábban azt mondta egyszer azt mondta most ebben a levélben, hogy egy cionista Bérence miniszterelnök, a Lubovicsi szekta fogja, de ebből nem biztos, hogy jól ki lehet jönni, tehát ezzel próbálta relativizálni. Ugye ő korábban korábban elnézéstként már az antiszemita mondataiért, azt mondta, hogy ő soha nem volt antiszemita, és ezt nagyon határozottan ki is jelenteni, mondta ezt arra reagálva, amikor listázni akarta a zsidó származású képviselőket a parlamentben, amelyből ugye meglehetősen nagy botrány is kerekedett. Azután Kulcsár Gergely, jobbikos képviselő, ő volt az, aki a Dunaparton a bronz cipők emlékműnél beleköpött az egyik vascipőbe, és utána ezt megpróbálta megmagyarázni, hogy tulajdonképpen ezt ő nem is úgy gondolta, hogy ez valami teljesen mást jelentett. Ott van azután Schneider Tamás, aki akkoriban a Jobbik elnöke volt, ugye ő Heves megyei politikus, és az esküvői fotózásukon a felesége a nyakában ülve egy náci karlendítéssel üdvözölte a nász népet. És hát, bár nem jobbikos, az MSZP-hez kötődik Cúslág János, aki politikai karrierje úgy ért véget, hogy egy holokauszt megemlékezésen a terrorháza előtt viccelődött a lánggal is, hogy bizonyos zsidó képviselők, bizonyos zsidó emberek a holokauszt után már nem fáznak, ettől vége is lett a politikai karrierének. Emlékezetes eset még Bíró László, szerencsi vállalkozó, aki a Judapestezet, illetve őhozzá kötődik a tetűcsúszdázó zsidókra való hivatkozás, és hát Vona Gábor, aki hosszú ideig volt a párt elnöke, és egyszer 2013-ban úgy nyilatkozott, hogy amennyiben kiderülne róla, hogy ő zsidó származású, akkor lemondana a párt vezetőjéről, vagy az elnöki tisztségéről, és tagként képviselni tovább. És ahogy mondtam, tehát Szalai Kálmán Tettésvédelem Alapítvány vezetője itt is van már a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönjük szépen, hogy eljött. Gyöngyösi Márton még elnök helyettesként Stummer Jánossal arról beszélt, hogy milyen helyzet az iráni helyzet, mi van az iráni helyzettel kapcsolatban. Az Origo című újság szerint egész pontosan ezt írta ő, leszeretném pontosan idézni. Legszívesebben azt írtam volna, hogy, mondta Orbán Viktor, egy cionista Bérence, a Lubovicsi szekta fogja, de ebből nem biztos, hogy jól ki lehet jönni, tehát ezért nem írta ezt el. Mennyiben valós ez a levelezés, ez a belső levelezés, akkor ön ezt a kijelentést hogyan értékelni? Önmagában is ez a pár mondat, amit ő idézett abból a levélből, számunkra meggyőző abban a tekintetben, hogy emögött mindenképpen valamiféle antiszemita attitűdöt, antiszemita motivációt feltételezzünk. Annál is inkább így van ez, hogy az elmúlt évek alatt rengeteg olyan információ került birtokunkba, hát ezek nyilvános információk. Értelemszerűen ezek többsége, amely azt a következtetést adta számunkra, hogy a Jobbik, amelyik bűnös gondolatban született párt, organikusan az antiszemitizmusával együtt fejlődött, a politikai üzeneteit rendre a antiszemita motiváció köré építette, és ahogy annak idején is számtalanszor elmondtuk, most is azt gondoljuk, hogy az egyetlen megoldás a Jobbik számára, hogyha felszámolja önmagát, és ezzel a magyar közéletet megtisztítja ettől a gondolattól jelentős mértékben. Kik szokták használni, és milyen összefüggésben ezt a Lubovicsi szekta megnevezést? Nem biztos, hogy ez teljesen világos mindenkinek Magyarországon. Ugye a Lubovicsi szektaként szokták gyűlöletbeszéd formájában a Chabad Magyarországi Mozgalomra alkalmazni ezt a kifejezést. Ugye ennek a mozgalomnak és a hozzákötődő, a törvényben nevesített egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Magyar Zsidó Szövetséghez kötődően Köves Lomó és Oberlander Baruk a vezetői. Azt gondolom egyébként, hogy ez a kifejezés,
a cionizmus és a miniszterelnök emlegetése ebben a kontextusban, ez egyértelműen egy antiszemita megnyilatkozás, és egyébként követi azt a most már több mint évszázados múltra visszatekintő összeesküvés elméletekben és háttérhatalmakban rejlő világmagyarázatot is. Gyöngyösi Márton korábban volt egy ilyen nyilatkozata. Izraelnek minden egyes állampolgára ránézésre is messziről, anélkül, hogy tudnám, kiről van szó, meggyőződésem szerint nemzetbiztonsági kockázat. Ez alapján Gyöngyösi Márton mennyire ítéli meg ön szerint rasszista alapon a teljes zsidó közösséget? Hát az idézett mondatból, amit én is ismerek, egyértelműen teljesen körbeírja ezt. De ennél van egy, hogy is mondjam, sokkal jobban érthető magyarázat erre a megnyilatkozásra. Felvetődik a kérdés, ha már ő ez ebben a levélben valakinek a fogjaként hivatkozik a világmagyarázatában, akkor bennünk felmerül a kérdés, hogy vajon Gyöngyösi Márton kinek vagy minek a fogja. A politikai működését elemezve látható, hogy mondjuk az a fajta iránbarátság, amit a párt intézményesen ápolt az elmúlt években, az a fajta antiszemitizmus megnyilatkozás, amit az elmúlt hónapokban láttunk a nyugat-európai városokban, ami mögött egyértelműen kimutatható a iráni rezsimnek a finanszírozói háttere. Felvetődik a kérdés, hogy tulajdonképpen akkor, amikor ő az Európai Parlamentbe került, akkor kinek az érdekét képviseli? Milyen érdekközösségnek a fogja Gyöngyösi Márton? Mert nem vagyok benne biztos, hogy a 21. század eleddig legnagyobb terroristájának likvidálása kapcsán neki ezt a gondolatot kell megfogalmaznia. Értem, tehát ez az önök gyanúja, de mikor az Amerikai Egyesült Államokat sok mindenre lehet vádolni, de Irán barátsága biztos, hogy nem. És az Egyesült Államok amerikai nagykövete mégis meghívta Széder vacsorára ezt a Gyöngyösi Mártont, és azután David Pressman így indokolt ezt a bizonyos meghívást, ahol ugye egyébként találkozott ő LMBTQ személyekkel is, és a magyarországi zsidó közösség tagjaival is, vagy vezetőivel is. Éppen azért lett meghívva az én Széder estemre, mert visszataszító, undorító antiszemita és LMBTQ ellenes nyelvezetet használt. Olyan nyelvezetet, amit mi offenzívnak tartunk, és amit ő azóta állítólag megtagadott. Nagyon fontosnak gondolom, hogy folytassuk a párbeszédet minden nézőpontot képviselő magyarokkal, még azokkal is, akikkel totálisan nem értünk egyet. Ön személy szerint mennyire érzi fontosnak a párbeszédet Gyöngyösi Mártonnal? A párbeszédet akkor lehet valakivel folytatni, amikor a megbánása őszintének és valódinak tűnik, ezt már sokszor elmondtuk, ez három dolog kell. Az, hogy a kamerákban nagyon határozottan és komolyan elmondja, hogy soha nem volt antiszemita, ettől még mi nem hiszük el neki. Hosszú út vezet odáig, hogy ez bebizonyítsa, hogy ő nem antiszemita. Reméljük egyébként, hogy ez a most a napvilágra került levélidézet az ön által hivatkozott nagykövet számára is megmutatja azt, hogy ez tulajdonképpen nem egy őszinte megtérés volt, nem egy őszinte újfajta útkeresés egy elfogadhatóbb élethez. Mit kellene tenni a Gyöngyösi Mártonnak ahhoz? Amennyire én tudom, az információim szerint ő például mutatkozott már antiszemitizmus elleni konferencián. Én magam találkoztam vele, így van. A legnagyobb megdöbbenésünkre a európai konzervatívok által szervezett rendezvényen volt ott, és úgy tett, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Ezzel kapcsolatban teljesen egyértelmű az álláspontunk, amit a Jobbik kapcsán is elmondtunk, számolja fel magát, szüntesse meg magát, és egyébként az ilyen kijelentések, amit ez a levél is tartalmaz, a kijelentés közlőjével együtt, reményeink szerint a politikai közélet szemét dobjára kerül idővel. Még egy dolgot segítsen nekem megérteni, legyen szíves. Ugye nagyon sokszor az antiszemita emberek, vagy antiszemita politikai mozgalmak a cionizmus, vagy burkolt cionizmussal takarják el ezt a fajta antiszemitizmust. Hogy lehet megkülönböztetni egymástól, vagy hol van a határvonal? És
sokszor hivatkoznak arra, hogy Izrael kritikája is antiszemitának minősül. Nem, ez egyáltalán nem így van. Izrael ugyanolyan legitim ország, mint a világ 181 néhány másik országa, politikusok irányítják ezt az országot, lehet kritizálni, lehet elemélet megfogalmazni. Antiszemitizmus onnantól kezdődik, amikor azt vonják kétségbe, hogy Izrael létezése és a biztonsághoz való joga és az ehhez mért biztonsági intézkedések megkérdőjeleződnek. Ez az egyetlen pont, amikor valaki megkérdőjelezi Izrael létezését, a zsidók államhoz való jogát, amit a 47-es ENSZ határozat, amiről a 47-es ENSZ határozat döntött, onnantól kezdve számunkra ez már antiszemita motivációból elkövetett gyűlöletbeszéd, és semmi köze az Izrael állam kritikájához, vagy az izraeli politikai élet kritikájához. Ez teljesen egyértelmű határ, nem kell ezt elmaszatolni. Ha valaki egy olyan palesztin barát tüntetésen szólal fel, mint például Gyöngyösi Márton, ahol egyebek mellett azt skandálják, hogy a tengertől, a folyótól a tengerig. Sokan nem tudják talán a magyar nézők közül se, hogy mit jelent ez. Az azt jelenti, hogy Jordán folyóig, a folyótól a földközi tengerig megtisztítjuk zsidóktól azt a földet. Ez ezt jelenti. Ez egyértelműen nem, hogy Izrael kritika lenne, hanem az a zsidók megsemmisítése azon a területen. Aki ezen a rendezvényen fellép, az október 7-én naplélágra került és megvalósult borzasztó terrorcselekménynek a pártján áll, és azt próbálja igazolni. Számunkra az mindenképpen antiszemita cselekedetnek minősül. Szalai Kálmán, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm, hogy meghallgattak.